A műsorunk és a szervizparkunk támogatója a Gépdepó webshop és szakkereskedés. Rally Café magazin támogató partnere a Tahográf Control Kft. Műsorunk támogatója a Csoki Max Magyarország Kft. Kilenc hónap. Szinte napra pontosan ennyi idő telt el a 2019-es Rally Hungary célja és az idei Salgó Rally rajtja között. Ekkora szünetre talán még soha nem volt példa az országos rally bajnokság történetében. A koronavírus okozta veszélyhelyzet megszűnésével, ha 3,5 hónapos késéssel is, de július 3. hétvégéjén a Salgó Rallyval kezdetét vette a Rally 1 bajnokság. A nógrádi futam egyik nagy szenzációját az adta, hogy a fia első embere Zsántott az MNLS elnökének Oláh Gyárfás közbenjárásának köszönhetően tiszteletét tette Salgótarjánban a hivatalos rajtceremónián. A Salgó útvonalapján három szakasz szerepelt, a 4,6 km-es Kazár, a 26 km-es Bátony terenye és a 9,5 km-es Mátra keresztes. Ezt a három gyorsot kellett háromszor teljesítenie a rajthoz felsorakozó szlovák és magyar mezőinek. Az első körben Hadik András és Vince Ferenc kettő egyarányban osztozott a szakasz győzelmeken, de míg utóbbi vezette a hazai futamát, addig a 2018-as bajnok 32. volt összetettben, de erről majd később. A második körben Turán húzott hatalmasat azzal, hogy ismét jól olvasta a változékony külső körülményeket, és esőgumikkal vágott neki az előttük álló 40 kilométernek. Szóval az ötödik gyors előtt Turánék 4,6 másodperc lemaradással álltak be a rajtba Bátony terenyén, a gyorsasági céljában pedig már 32 másodperccel vezettek Vincéjék előtt, majd a hatodikon a szakadó esőben még 15 másodpercet kiosztottak a címvédőknek, Velencei Ádám hátránya pedig már majdnem az 1 percet nyomosta. Vince Feri röviden úgy summázta a szervizben a második körben történteket, hogy nem lehet mindig szerencséje az embernek. Kimentünk szlipgumival, és ott a rajtnál elkezdett esni, igazából a másodikon még nem is a rajtnál, ott a közepén, de hát annyira visszavetett minket a tempóból, hogy az katasztrófa volt. Frici valahogy nagyon beletalált, hogy ő valahonnan tudta, hogy eső lesz, ő ugye első gumival ment ki, a csomós mix is, úgyhogy nagyon meglógott. A harmadik gyorson meg megint csak úgy esett az eső, hogy nem vitte az ablaktörlő, hát ott rendesen féltem a slickkel, mert esőben azért nem egy életbiztosítás, egy olyan gumival menni, ami nem vezeti ki a vizet. Többször fel is úszott, lassan mentem inkább. Velencei Ádámnak valószínűleg a rémálmaiban jön majd elő a Salgó Rally 5. hatodik szakasza. Pont fordítva kellett volna, az első körbe kellett volna az, ami a másodikba. Nagyon nehéz volt így slickkel menni. Sokszor a túlélésé harcoltunk, azt mondhatom. Jártunk egy várkot is, de szerencsére nem lett semmi baj a kocsinak, meg kibírtunk jönni. Nagyon nehéz volt tényleg. Pont amikor a gyors végén voltunk, akkor leszakadt az eső. Az még nehezített a körülményeken. Csomós Mixi komoly meglepetést okozott azzal, hogy az abszolút negyedik pozíciót foglalta el a verseny kétharmadánál. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül reális az az eredmény, ami most van, hogy negyedik helyen állunk. Viszonylag ide vártuk magunkat, de egy kicsit közelebb az érő eredményekben. Hadik András a 16. helyen tanyázott a 6. gyorsasági után. A 2018-as bajnoktól most azt is megtudjuk, hogy miért. Igazából én hibáztam, mert annyira elkezdtem gondolkozni, hogy meddig kell követni, mikor fogunk kimenni a körről, hogy egyszerűen egy gondolattal később fékeztem, úgyhogy emiatt lecsúsztunk az útról, és ott ugye elég nehezen tudtunk vissza kecmeregni az útra, úgyhogy ott elég sok időt vesztettünk. Igazából nem raktunk fel másik gumit, ugyanazzal a gumival mentem be első körbe. Alapvetően nincs különösebb probléma, csak hát ugye ilyenkor már az ember azért nem úgy versenyzik, mint az elején, de alapvetően megyünk, meg nincs probléma, majd meglátjuk, hogy hol fogunk célba jön. A nyomba kell menni, és az dönt, hogy kinek mennyi szerencséje van. Most ezen múlik, hogy hol érsz célba.
Ezt mondta Bodolai László csalódottan a második szervízben. Igazából sajnos pont ahogy visszaértünk a körre, ott valahol nem tudjuk, hol defektet kaptunk, és ez a nagyobbik baj, hogy nem tudjuk, hogy hol. És ha most még egyszer megyünk, akkor nehogy ugyanabban a hibába esünk. De sajnos az egy annyira szűk rész és murvás rész, hogy egyszerűen meg se tudtunk otthon állni, kicserélni, úgyhogy így lejöttünk így a felnin gyakorlatilag, kaptunk 3 percet, úgyhogy túl sok reményünk már nincsen itt gazdag pontszerzésre. Ezt már beszélgettük, hogy ennek azért sok veszélye van ennek a körgyorságra. Nem gondoltuk, hogy pont egymásnak fogunk galibát okozni, de túl hamar berajtoltattak az Andris elé, és akkor ő meg már azon gondolkozott, hogy mennyi van még hátra, hogy én kiforduljak előle a körről, és egy nüansszal később fékezett. Hát sajnos most ez így történt, ez most benne van. Balogh János sem járt szerencsésebben, mint csapattársai, sőt, ő és Holzer Dániel annyi időt veszítettek, hogy a nap közepén már be is fejezték a futamot. Sajnos nekünk nem volt szerencsénk, én úgy érzem, de majd a felvételeket majd megnézzük, hogy gyakorlatilag arra mentem, amerre terveztem, és úgy is akartuk ezt az egészet csinálni. Gyakorlatilag egy burkolatváltásnál a macska körről, hogy a betonra át akartunk menni, ott volt egy olyan szintkülönbség, ami annyira megütötte a felnünket, hogy sajnos elment a levegő a kerékből. Innentől kezdve már csak a helyet kellett megtalálnunk a következő kilométeren, hogy hol fogjuk tudni kicserélni, mert esélytelen lett volna gyakorlatilag a további 24 kilométert úgy teljesíteni, hogy ne csináljunk az autóban olyan károkat, aminek semmi értelme nem lett volna. De gyakorlatilag utána még volt egy olyan problémánk, hogy az elektromos kulcsunk nem nagyon akarta az igazságot, és nem tudtuk levenni a kereket, úgyhogy elszeszöltünk annyit ott a kerékcserével, hogy sajnos nem volt értelme így további kockázatot vállalni arra vonatkozóan. 6-8 perces hátrányról beszélünk, hogy ezt a meccset így a továbbiakban így folytassuk. Jó érzés volt az autóval menni, sok tapasztalatot gyűjtöttünk, én úgy érzem, hogy megmerem rajta húzni a kormányt, szerintem még leszünk gyorsak is vele. Nagyon jó egyébként vele menni, ezt továbbra is ezt tudom mondani. Tudás Gergő sem maradt ki, a Bátony terenyén defektet begyűjtő versenyzők sorából. Valószínűleg ezen fog eldőlni, ezen a hosszú gyorson a verseny. Most igazából telemetria adatok meg belső felvételek alapján most ne jó nehéz ilyet kikövetkeztetni, de mind a kettőt nyerhettük volna. Ugye az elsőn sajnos volt egy feltartásunk, a Kovács Antiékat a rajt után, mármint az ő rajtjog után 1 kilométerre utolértük, nem is tudtak, mert nem is láttak, nem is tudtak hol elengedni, ott mentem mögöttük 5 percet, meg 7 kilométert. Most meg itt a második körbe, ahogy visszatértem a kör végére, hosszú gyorsan, meg kaptam érthetetlen módon, nem is tudom hol egy defektet, mert egyik feltről a másikra jött semmilyen komolyabb ütődés nélkül. Megálltam a gyorsan, igazából nem akartam kockáztatni, hogy valami baja lesz az autónak. A hátrányunk az most van, most nem is azzal foglalkozunk, hanem próbálok beállítani az autót, mi minden jobban ismerkedni, amúgy rengeteg változó körülmény van. Direkt nem cserélgetünk így komolyabban gumikat, hanem próbálunk így egy fajtán megmaradni és azon kitapasztalni az autót. Az RC4 kategóriában a Sauer kerékduó vezetett 80 gyorsasági kilométer után. A rutinos navigátor pedig beavatott minket a taktikájukba. Azt hiszem, hogy végül is úgy alakult, talán egy picit a középsőn a sárba többet kapunk, de egyértelműen egy nagyon stabilan mentünk, tehát nem kockáztatunk, azt gondolom a verseny ezen folyamán semmit. És stabil menésben vagyunk. Én most is azt mondom, hogy ez a kettes gyorságén csak veszíteni lehet. A másik kettőt megpróbáljuk erőltetni. Ennyi, tehát semmi más nem tudjuk, így is terveztük elviekben. A János a Rubócki kettős nagyon elemében volt a saras hosszú gyorson, de a 6. szakaszon nagyon sokat kaptak Sauer-éktől, így a kategória második helyéről várták a záró felvonást. Hát jól alakult, jól indult, meg most se panaszkodhatunk, csak az utolsó a 6. szakaszt azt egy kicsit bealudtuk. Nem tett jót az, hogy váltunk ott egy több mint fél órát, ránk jött az éjség, az álmosság, és nem úgy sikerült fölpörögni arra gyorságira, úgyhogy most a második helyre estünk vissza. Folyamatosan megy a küzdés, adok-kapok, inkább azért kapok. De hát nekünk is, meg nekünk is szokni kell még ezt, úgyhogy most ez egy rendkívüli dolog ez a kettes szakasz, mert ezért ez egy erőt próbáló feladat, és itt a szerencsén nagyon sok múlik. Úgy nézem, hogy az a kettes az nekünk jobban fekszik, mint a 1-es meg a 3-as.
Az RC4 kategória ideiglenes bronzérmeseként és a Peugeot Kupa illóvasaként beszélgettünk Németh Gáborral. Hát sokat a nap elején még nem adtam volna ezért, hogy ez így fog alakulni, de hát természetesen még messze van a vége. Szerencsére nem kaptunk defektet, az úton sikerült maradnunk, úgyhogy egyelőre minden rendben van. Maricsek Miki stabil autózással és a lehető legkevesebb kockázatvállalással a 208 kupa második helyéről várta a záró szakaszokat. Jó beledobtak a mély vízbe, mert azt gondolom, hogy ez a középső gyorsasági, ami egy körben benne van, ez a úgynevezett körgyors, ez egy nagyon nehéz gyorsasági. És ugye itt még új autóval is megyünk, új navigátorral is megyek, és amúgy a Robi a navigátor ott nem hibázik, viszont az, ennél az autón, ennél a kétkerekes autón nem tudom, hogy mire, hogyan reagál, és nem tudom, hogy hogy áll meg. De én azt gondolom, hogy felül teljesítjük a mércét, amit úgy gondoltam, hogy jaj, mindenki el fog várni. Én azt gondolom, hogy teljesen jól megyünk, és a Peugeot kupában ezt a második helyet pedig nem akarom kockáztatni azon a saras dágványosról is szóval használva ilyen szappanos helyeken. A műsorunk és a szervizparkunk támogatója a Gépdepó webshop és szakkereskedés. Rally Café magazin támogató partnere a Tahográf Control Kft. Műsorunk támogatója a Csoki Max Magyarország Kft. Az, hogy a nyers tempóban túránék voltak a legjobbak a salgón, az utolsó körben kristályosodott ki, hisz a 26 kilométeres Monstre gyorson Velencei Ádám 17-et kapott, Klaus Kristóf 20-at, míg Vince Feri, igaz egy technikai hiba miatt sziklakemény futóművön, 26-ot, azaz kilométerenként 1-et. Én úgy érzem, hogy nagyon megdolgoztunk ez az eredményért, nagyon pontosan, nagyon jól mentünk, jó gumitaktikánk volt. Okosan tudtuk dolgozni a pályákat, úgyhogy büszke vagyok mind a csapatra, mind a saját teljesítményre, mind a Laci teljesítményére, úgyhogy ez rendben volt. A címvédő Vince Ferencnek ezúttal meg kellett elégednie a második pozícióval, sőt, az ezüsthöz szüksége volt velencei bal szerencséjére is. Hát a harmadik kör első szakasz után sajnos a lengési lapítónk tönkrement, ugyanis az állítója. A berugózáson szerettem volna puhítani a gyorson, aztán nem mozdult sehova, majd betekertem teljesen, mert kemény irányba ment, és onnan sem mozdult, úgyhogy azt teljesen bekeményítettem, majd az fixre maradt. Így a másik oldalt is megcsináltam ugyanezt, hogy legalább meglegyen az összhang, bár így szinte kezelhetetlen volt az autó, tényleg annyira megváltoztatta a mindenét, a viselkedését, hogy nagyon nehéz volt így vele autózni. Nem tudom, hogy ennek köszönhető-e, de Ádám nagyon gyors volt attól függetlenül, meg úgyhogy lehet, hogy anélkül is megelőzött volna, nem mondom, de azért volt így hibánk, volt technikai hibánk, ami ugye az utolsó gyorságira sem javult meg, majd meg kell nézni, hogy ez mitől van, mert ilyennel még nem találkoztunk. Értékelt a célban kicsi letörtem Velencei Ádám. Értékes pontokat gyűjtöttünk, van még 5 verseny, úgy lendülünk neki a Miskolc Rallynak, bízok benne, hogy ott már jó idő lesz, hogy a győzelem a cél. Csomós Mixi alaposan letette a névjegyét. A sárospataki pilóta és navigátora Nagy Attila a szenzációs 4. helyet szerezte meg a szezonnyitón. Klaus Kristóf és Csányi Botond egy igen izmos 5. helyjel gazdagodott a salgón. Az osvát Pop 2-s nagyon készült a szezonnyitó salgó rallira. A Rally Café Racing párosa a top 5 mögötti boly legtetejét célozta meg a verseny előtt, de két defekt és a rossz abroncsválasztás miatt esélyük sem volt összemérni az erejüket a többiekkel. Második körbe 19-re lapot húztam, hogy néztem, hogy mennek az elején slickkel, mondom, jó, az erdőt valahogy, a nagy sarat majd valahogy túléljük, aztán majd kifelé menet, meg lefelé, egész tiszta a pálya, hogy majd ott majd jobb időt megyünk. Hát elrajtoltunk, mentünk egy 4 kilométert, ötöt elkezdett az eső, úgyhogy a taktika nem jött be, mert ugye ahol odáig nem volt száraz, ott is tiszta víz volt az egész, úgyhogy az egy ilyen tényleg túlélés volt, megint defekt, de ki tudtam vele jönni, mert nem terheltem nagyon az autót. Éreztem, hogy defektes, és lecsorogtunk vele. Nem lassan, hanem csak, hogy
a jobbosokat nem terheltem annyi, mert mindig balos defektet kaptunk. Ha humorosak akarnánk lenni, azt mondanánk, hogy Hadik András igyekezett a navigátora kedvében járni, ezért lettek 9-ek a Salgón. Persze ezt a véleményt Kertész Krisztián azért nem osztja. Igen, hát az elsőt sikerült megnyerni, az utolsót is, a másodikon volt egy kis malőr, ott becsúsztunk az árokba, egy 5 percet sikerült ott elkapargatni a sárba, mire kijött. Hát már eleve annak örülünk, hogy itt vagyunk így ezek után, a többi onnantól kezdve igazából minden rendben volt. Jó időket mentünk, igazából a Frici lett most így nagyon gyors, meg jó, nagyon jó időket ment az nagyon hosszún, úgyhogy vele nem tudtunk volna mit kezdeni valószínűleg, hogyha nincs ez a becsúszás. De így, hogy akkor valószínűleg másodikok lettünk, vagy így a 9-ek lettünk, vagy szám után helyezés is 9, úgyhogy mondhatnám, Vanni mindent megtesz, hogy a kedvenc számomba járjon, de azért az egynek jobban örültünk volna. Dudás Gergő az abszolút 12. helyen zárta a Salgó rallit. Tök pozitívan zárunk mindent. Most egy pont számogattuk, hogyha nem kaptuk itt a defektet, meg ez meg az, akkor hova tudunk beférni. Az tök meg lettünk volna elégedve. Ért ez a defekt, szereztük, vagy kaptuk, vagy éppen aki mondja. Próbáltam is visszanézni, de nem sikerült sajnos, hogy azt hol tudtuk megkapni, vagy összeszedni. Nagyon sokat tapasztalhatunk szerintem az autóval. Azért egy mély vízbe be lettünk dobva abból a szempontból, hogy pedig azért olyan pályákon mentünk vele, ahol a tapadás azért extra volt, és most így hirtelen bedobtak egy olyan mély vízbe, vagyis az élet vagy a sors, hogy igazából nulla tapadás nélkül kellett az egész versenyt végigvinni. Nagyon sokat tanultunk az autóról tényleg, és minden méter ajándék, meg minden méterét örülünk, hogy tudunk volna menni. Bodolai László pontosan ugyanabban a cipőben járt, mint a közvetlenül előtte végző Dudás. Tudtuk, hogy az időjárási körülmények meg fogják havarni a dolgokat, és egy túlélő verseny lesz. Ezért nem is nagyon estünk neki a gyorsságiknak, de sajnos így is utolért minket a defekt a középső körbe. Úgyhogy ott kaptunk egy bő 3 percet, amit ebben a mezőnyben lehetetlen lehet dolgozni, így kiestünk az első 10-ből. Amúgy meg lenne a tempónk, voltak részeredményeink, amit mi a 6.-7. helyekre be tudtunk jönni ebbe a nagy mezőnybe is, úgyhogy ilyen 5. környékére oda tudtunk volna érni, ha levesszük azt, de hát ha val kezdőnek nincs sok értelme, úgyhogy próbáljuk belakni az autót, szokjuk egymást, jó az irány, teljesen jól érzem már utolsó körön, már teljesen jól érztük magunkat az autóba. A körgyorson mind a 3 alkalommal utolértünk kisebb autókat, mondta az esti célban Kovács Antal. Reggel korán kellett kelni, és most még itt ugye várunk a céldobogóra, tehát valószínűleg egy 9 óra lesz, amire vége lesz. Hát változatos volt mindenképpen az időjárás is, és a pályák is. Úgy összességében azért jól éreztük magunkat, mi se nem kaptunk defektet, se nem estünk be, se nem törtük össze az autót, tehát sikeresen abszolváltuk ezt a nehéz napot. Aztán majd innen lehet építkezni, tehát azért voltak biztatóbb részeredményeink, de úgy összességében azért nem lehetünk. Ha őszintén akarunk lenni, akkor nem lehetünk nagyon büszkék erre a mai napra, de azért annak örülünk, hogy elindult újra az élet, hogy vannak versenyek. A vadonatúj Ford Fiesta Rally 4-jel rögtön a győzelemnek örülhetett Sauer Gergő és Kerék István. A rutinos navigátor felállított egy taktikát, amit a pilótája maradéktalanul végre is hajtott a nehéz körülmények között. Az volt, igen, ez volt a terv egyébként, hogy azt a hosszút, azt amennyire lehet, azt úgy dobjuk, hanem tényleg végélni rajta mindig, amennyi alkalommal csak kell, meg lehet, a lehető legkisebb hátránnyal. És az első, meg a harmadikat arra próbáltuk kiegyezni magunkat, és hát működött a taktika. Volt egy-két pillanat, amikor nem voltam benne teljesen biztos, hogy jó lesz, de jó lett. A verseny előtt valaki azt mondja, hogy másodikak leszünk a Salgón, aláírtam volna, nyilatkozta János Ákos, aki az RC4-ben ezüstérmes lett Sauer mögött. Elég hamar sikerült azt gondolom az autót kezdeni belakni, és viszonylag jó eredményeket autózni vele. Van még benne, és természetesen be kell lakni teljesen, de összességében szerintem nagyon jó autó, és hát a Laci többször mondta, hogy ne nagyon siessek, mert tényleg vinné Rómába, úgyhogy egy kicsit figyeltem rá. Alapjában véve könnyen vezetni, mint egy szívó, egy 6-os motor. A berögződés az a baj, hogy még mindig nagyon forgatom, tehát még mindig bele forgatom tiltásig, és egyáltalán nem kéne. Sőt, a kanyarokban is inkább azt mondom, hogy rá kéne húzogatni a sebességeket, úgyhogy még van mit fejlődnöm. Futóműfék az nagyon hasonló.
A Peugeot 208 Rally Cup Hungary első futamát Maricek Miklós és Panzs Róbert nyerték, a német Adorján és a Hivján Szolnár kettősök előtt. Igen, azt hozzáteszem, hogy nem vagyok az a Hűbele Balázs, és nagyon azt gondolom, hogy az autót meg kell ismerni, mielőtt gyorsan megyünk vele. És ugye ez az autó, mindegyik autó egy technika, és meg kell tudni, hogy mik az erősségei, mik a gyengéi. És abban biztos voltam már reggel, amikor fölkeltem, hiszen nagyon keveset mentem Bakonyarallin az autóval, és biztos voltam benne, hogy föl fogom építeni ezt. Nem gondoltam volna, hogy nyerni tudunk. Persze ez a körgyors is hozzátett, nagyon nehéz volt, viszont azért több gyorsaságot megnyertünk, úgyhogy nagyon jók az érzéseim. A Rongics Hannus 2-ös győzött az ORC-ben, ráadásul a rutinos dúó a Power Stage-et is behúzta, így maradéktalanul elégedettek voltak a Salgó-Tarjáni célban. Most igen, elkezdődött ez az új év, a domaházai ugye tesztversenyt azt is sikerült megnyernünk, ezt a versenyt is sikerült megnyernünk, a Power Stage-et is sikerült behúznunk, úgyhogy azt gondolom, hogy most szomorkodásra nincs ok, sőt, nagyon örülünk. Erre a versenyre visszatérve, hogy ez egy rövid dolog most ugye itt a koronavírus miatt, nem szabad hibázni, tényleg nagyon kell koncentrálni. Egy napba belesülítve ez a 120-130 versenykilométer, ez tényleg komoly. A Bacsa-Hanyik páros mindössze 6 hét alatt rakta össze az idei évét. A Production Car Kupa címvédői a technikai problémák, a rakoncátlankodó szekvenciális váltó, valamint a verseny végére elerőtlenedő motor ellenére is második helyen végeztek az ORC-ben. Kőkemény volt. Élveztük egyébként, voltak hátráltató problémáink, technikai gondok, amik egy kicsit úgy megszínezték a fényes oldalát ennek az egész versenynek, de nyilván ez egy kaotikus verseny volt, volt benne minden, minket se kerül el a technikai probléma, ahogy a más se, most ebben mi beleestünk, de panaszra nincs sok egyébként, mert másodikok vagyunk ORC abszolútban. Így első kezdésnek szerintem nem rossz.